Én úgy érzem, hogy nem volt benne az egyenlítés a Kisvárda játékában. Mi egy picit megint visszavettünk a tempóból, és hát a szünetben megint erre kellett felhívni a figyelmet, hogy próbáljuk meg gyorsítani a játékot több mozgással, és érkezni a kapuja. Azt hiszem, hogy ez a második félben maximálisan megvalósult. Ádám Martin a horvát Levente helyett jött be, aki kapott egy sárgalapot, és nem éreztem azt, hogy esetleg végig tudná játszani még egy sárga nélkül. Nem szerettem volna, hogyha kiállítanak valakit tőlünk, mert akkor azt, hogy nem tudtunk volna így dominálni hazai pályán. A behozatal úgy gondolom, hogy elég jól sikerült, jól szállt be a játékba, és tudott a csapaton lendíteni. Második gólunk, vagyis nekem az első, az nagyon kellett, hisz én úgy érzem, hogy ott volt a fordulópont. Onnantól kezdve kezdtünk úgy játszani, ahogy kellett volna az első fél időben is. Aztán úgy érzem, a Kisvárda onnantól kezdve már feladta. Mi meg azért önbizalmag följöttünk, és nem is lehetett más a vége, mint egy nagy arány győzelem. Szokták mondani, akinek, ahogy te is mondtad, beindul egy üzlet, akkor bátran tud vállalkozni, az önbizalom is a helyén van. És hál' Istennek jó százalékban is ki tudom használni a helyzeteimet. Ennek csak örülni tudok, de még jobban örülök annak, hogy megy a csapatnak. Lejátszottunk 12-13 mérkőzést, pontosan nem tudom, és hát mindegyik mérkőzésen mi dominálunk, szinte 70-30 nálunk van a labda. Mondhatom azt, hogy a második fél időben be tudjuk őket darálni játékban, mint erőlétileg. Isten igazából most sajnálhatjuk azt, hogy az őszi szezon az így lett elrontva. De nem szabad bánkodni, most tavasszal kell foglalkozni, úgy érzem, hogy a csapat hozta, amit hoznia kellett. Innentől kezdve majd van hátra három mérkőzést, meg kell próbálni azt is begyűjteni, mind a 9 pontot, aztán nyártól is majd a feljutás a cél.
Mostanában törekszek gólt rúgni, de azért most nem vagyok csalódott így, hogy sikerült egy gólpasszt adnom, és az a legfontosabb, hogy a csapat tudott nyerni, és azért elég nagy arányban ismét hazai pályán összeérik a csapat, és ennek az eredményét látják itt a nézők a pályán. Úgy gondolom, hogy a jövőre a feljutást azt célnak vetjük simán. Gondoltam, hogy frissítek, szerettem volna, hogyha minél több góllal nyerünk hazai pályán. Egy pici hiányérzetem ugye mindig van ebből adódóan, most is, mert én úgy gondolom, hogy több góllal is nyerhettünk volna. Köszönöm szépen. Még annyit, hogy szeretnék így a csapat nevében és a saját nevében is nagyon boldog születést kívánni Radu Józsi bácsinak. És ezt a győzelmet neki ajánlanak.